A kijárási tilalom ezen a hétvégén valószínűleg pénteken 18 órakor kezdődik, és hétfőn 5 óráig tart. Az elkövetkező vikendek kijárási tilalmának időtartalmáról a járványügyi helyzettel és az orvosok tanácsaival összhangban döntenek, jelentette be Szerbia elnöke Alekszandar Vučić. Ezt a határozatot pedig még a szerbiai kormánynak is meg kell erősítenie. Vučić a csütörtöki Karaburma katonai egészségügyi központba tett látogatása során elmondta azt is, hogy ha minden rendben lesz, akkor várhatóan május 1-e után részben beindulhat a légiforgalom, majd pedig a városi és a helység közi tömegközlekedés is. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy ettől a héttől kezdve a 65 évnél idősebb polgárok heti 3 alkalommal, keddenként, péntekenként és vasárnaponként 18 óra utántól éjjel 1 óráig fél órás sétát tehetnek a lakcímüktől 600 méteres körzetben. A Szerbiában bevezetett rendkívüli állapot kezdete óta az Óbecsei Szabálysértési Bíróságra, amelynek hatáskörébe tartoznak Szent Tamás, Zsabja és Temerin is, összesen 73 szabálysértési feljelentés érkezett a kijárási tilalom és a mozgáskorlátozási intézkedések megszegése miatt. A szerbiai kormány rendeletének megszegése miatt a négy bácskai község területéről a jogsértőket összesen 4 millió 550 ezer dinár pénzbüntetéssel büntették meg. A szabálysértők fele, pontosan 37-en Óbecse községbeli lakosok, közülük ketten 65 évnél idősebbek. A bírók a rendkívüli helyzetben hatályos rendeletek alapján rótták ki a büntetéseket. Ami Óbecse községet illeti, eddig 1 millió 865 ezer dináros pénzbüntetés lett megszabva e rendelet megszegése miatt. Egyébként Zsablján a mozgáskorlátozást 16-an, Szent Tamáson 15-en, Temerinben 5 személy szegte meg. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy a tiltóintézkedések és a mozgáskorlátozás megszegése esetén a bírságok 50 ezer és 150 ezer dinár között mozognak, és hogy azoknak a szabálysértőknek, akiknek ezt az összeget nincs miből kifizetniük, a pénzbírságot börtönbüntetésre alakítják át. 1000 dinár egy börtönnap elv alapján. A pénzbüntetés kiszabása alkalmával figyelembe vesszük azt a tényt is, hogy a rendkívüli állapot most már régóta tart, tehát nem lehet arra hivatkozni, hogy nem tudtak róla, vagy elfelejtették és hasonlók. Úgyhogy ezeket a pénzbüntetéseket ezekhez a körülményekhez képest szabjuk ki. Ezekben az ügyekben az eljárásokat az igazságügyi hatóság egészségügyi ajánlásainak és területi feltételeinek megfelelően folytatják le, tette hozzá Vučić. Figyelünk arra, hogy a dolgozók száma, illetve azok száma, akik az ügy megoldásán dolgoznak, ne legyen 3-nál több. A kihallgatások úgy zajlanak, hogy mivel kicsik a helyiségek, ezért a vádlott kinnál, a bíró pedig benn, és a jegyzőkönyveket is így írják alá. Az e-rendelet megsértésével kapcsolatos esetek mellett az Óbecsei Szabálysértési Bíróság a rendőrség kérésére a legsúlyosabb közlekedési szabálysértéseket, valamint a közrend súlyos megzavarását okozó vádlottak ügyét is tárgyalja. Amit még fontos kiemelni, az az, hogy az elmúlt kicsit több mint másfél hónapban nem volt egyetlen sürgős intézkedés megszegése sem, ami bűncselekmény miatt, illetve családon belüli erőszak miatt lett volna meghozva. Ezek sajnos olyan bűncselekmények, melyek igen gyakoriak. Ám elmondható, hogy azt vettük észre, és szóvá is tettük egymás között, hogy úgy tűnik, hogy a rendkívüli állapot bevezetése pozitívan hatott polgártársainkra és a családi kapcsolatokra. Egyébként az Óbecsei Szabálysértési Bíróság az összes beadvány átvételét az intézmény bejáratánál szervezte meg. Amit még szintén fontos elmondani, az az, hogy a határidők a rendkívüli állapot ideje alatt nem folynak, tehát a fellebbezéseknek és egyéb beadványoknak most nincs határideje. Ezek a rendkívüli állapot befejezése után lesznek ismét érvényesek. Az Óbecsei Kommunálac közvállalat közleményt adott ki, mely szerint az aktuális történésekkel összhangban Óbecsén a parkolási díj megfizettetése hétfőtől, április 27-től kezdődik.